szeretném visszahallani, hogy amit faluhelyen, gyűjtési alkalmakon én tapasztaltam, hogy az emberek csak úgy összeállnak és elkezdenek énekelni. Akinek van furujája vagy hangszere, az ezt kíséri, de spontán módon megy a dolog, és mindenki eszébe jut még egy verset, akkor azt még hozzáfűzi. Próbáljuk úgy csinálni, ahogy a nagyok csinálják Írországban. Ott ugye úgy működik az Ear Session, hogy a település zenészei összejönnek, és van egy közös repertoárjuk. Addig tapogatóznak, amik megtalálják, hogy mik azok a közös dallamok, amiket mindenki ismer, amit aztán utána fokozatosan bővítenek, és nálunk is ez zajlik. Mindenki hozott magával 5-6-10 dallamot, amit összeegyeztetünk, megtanuljuk egymás dallamait, és fokozatosan tanulunk újakat is. Ez egy időutazás. Annyira vissza, amikor még csak az emberi hang és a ritmus működött. Tehát a zene és a zene tudománya jellegű formájában még nem is létezett lényegében. Tehát egy hangszerek nélküli világ, főleg dallamhangszerek nélküli. A ritmus hangszer, mint olyan egy-két kőcsapkodás, meg faütögetés, meg ilyesmi, ez már bent volt természetesen, de a többi nem. Egyik kedvestől jöttem hazafelé a villamoson, és ott megismertem a Benedeket, aki egyik dobos ismerősöm, táncszakból ismerem, és ő mondta, hogy lesz ez a session, és már korábban is láttam a honlapon, viszont akkor eldöntöttem, hogy akkor jövök, és csak hazaugrottam, felvettem a harmonikát, és akkor jöttem, és azóta itt vagyok. Itt ismertük meg egymást, és létrehoztuk a Csenderítők együttest, azóta is több fellépést is vállaltunk már, és azokat a tapasztalatokat, amiket így gyűjtöttünk arról, hogy hogyan kell együtt zenélni, hogyan adjuk egymásnak át a dallamokat, azokat nagyon jól tudtuk hasznosítani a fellépések során, és hát persze az sem elhanyagolható, hogy rengeteg dalt és dallamot tanultunk meg itt egymástól. Szeptemberben kezdtünk, tehát nem fél év, igazából egy évről beszélünk, de egy ilyen színházi évről. 23 összeállítást gyakoroltunk meg és tanultunk meg, és mindegyikben van 4-5-6 dallam. Egy nagy repertoárhoz jutott az ide látogató ember, és mindenképpen az is segítette, hogy jöttek a többiek, a furujások beszálltak hozzánk, a vonósok beszálltak, akkor mi beszálltunk hozzánk, tehát van egyfajta nyitottsága a helynek, ami a közös zenei örömszerzést erősíti. Az, hogy én ki tudom ütni, hogy tá, ez semmi, hát bárki ki tudja ütni, de amikor ezt egy zenekarban teszed, akkor új értelmet nyer az egész. Tehát az, hogy emberek csinálják, és lehet, hogy mindegyik hibás a saját kis kontextusában, ha most ráközelítenél egy mikrofonnal, akkor lehet, hogy az lenne, hogy hát ez itt rontotta el, az ott rontotta el, nem tudom én mi, de az egész muzsika összeáll. Az, hogy mindenki hozzáteszi a magáét, és összeáll belőle egy valami olyan földön túli gyönyörűség, ami ezért nem több fogható. És csak azt tudom mondani mindenkinek, hogy együtt muzsikálni, az nem tudom, a legnagyobb kincs. És ezért van ez az egész session, hogy aki egy kicsit is úgy érzi, hogy ki tudja ütni, hogy tá, az jöjjön, azt próbálja ki. Ennyi. Én már hallom, ja. Hogy hangolnak a barátaim, ja. Megyek, szevasztok.